Szép jó napot! Várjál, nekem kigezni. Tényleg jó lesz ez. Szia, Vanda! Szia! Köszöntelek itt téged a Magyarok Mobcastjában. És ugye egy nagyon különleges alkalom miatt vagy itt most nálunk vendég. Ugye, amikor elindult a Magyarok oldala, szerintem veled csináltuk az első ilyen nagyobb interjút, ugye akkor igazoltál föl Budapestre, ugye tinédzserkorod óta lent voltál Dunaújvárosban, ott nőttél fel, és ugye ez egy nagy lépés volt, hogy Dunaújvárosból a Fradiba mentél, már a csapat összetétel miatt is, hogy azért a Dunaújváros egy ilyen sztárcsapat volt, a Fradi meg felzárkózott még volna, tehát hogy egy épülőben lévő. És ugye két év eltelt, és most azért vagy itt, mert két év után elhagyod a zöld-fehéreket, és hát szeretném megkérdezni, hogy merre visz az utat tovább. Érdekes egyébként, hogy tényleg valaminek a kezdete, és valaminek a vége is ugye a Magyarok oldalon történik. Hú, hát én összegezném egy kicsit ezeket az éveket. Én imádtam ezt az egészet, tényleg annyira hálás vagyok mind a Ferencvárosnak, mind a Dunaújvárosnak is egyébként, még így visszamenőleg. Hát úgy döntöttem, hogy most nem magyar csapathoz fogok igazolni. Nagyon nagy vice versa volt az egész, mert tényleg innen is köszönöm, nagyon sok csapattól kaptam lehetőséget itthon is, de már évek óta kaptam külföldről is, és nem éreztem azt, hogy meg tudnám hozni azt a lépést. Ez egy kicsit olyan, mint amikor Dunaújvárosba éltem Ferencvárosba, hogy már biztos megérett bennem korábban is, de úgy mégse hoztam meg a döntést, majd 6 év után végül elmentem ugye a Ferencvárosba. Itt ugye egy kicsit más, már nem magyar csapatban, tehát nem mondjuk egy riválishoz, hanem tényleg egy teljesen más vízilabda kultúrát kell ilyenkor egy játékosnak megismernie, ami egy újabb feladat, illetve teljesen más kultúrát, mint élethelyzet, tehát mint ember, aki kilép az uszadából. És ez nekem abszolút, hogy is mondjam, imponált, vagy úgy voltam vele, hogy mindenképp ki szeretném most már próbálni azt, hogy mind személyiségben, mind pedig vízilabda szempontjából valami újat és mást ismerjek meg, és ehhez Olaszországba vezet majd az út. És Olaszországon belül hova? A legjobb olasz csapathoz fogok menni, akik BL harmadik helyezettek lettek egyébként, ugye egy görög, spanyol, olasz és magyar, mert ugye az Újpest volt a negyedik a BL-ben, Padovába, padovai csapatba fogok játszani. És miért pont a Padova mellett döntöttél? Első körben Stefano az edzőjük, ő már 2018-ban felkeresett engem, akkor még azt tudni kell rólam, hogy akkor még semmilyen felnőtt világversenyen nem vettem részt, tehát ő így nagyjából a Bajnokok Ligája meccsekből, még amit annól Dunaújvárosra játszottunk, illetve a junior eseményekből tájékozódott rólam, és ő töretlenül minden évben egyébként megkeresett, folyamatosan követte így a meccseinket, ha a Ferencvárosról volt, ha a Dunaújvárosról, és ugye ez idén sem történt másképp, hogy erősítette felém azt a szándékát, hogy szeretné, hogy a csapatába menjek. Mennyire követted eddig az olasz vízilabdázást? Ugye Olaszország is azon országok egyik, ahol a női és a férfi vízilpóló is magas szinten van jelen. Követted eddig a olasz női pólót klub szinten? Követtem, mármint olyan szinten kénytelen is voltam, hogy tehát folyamatosan Final 8-et játszottak, mind a Padova, mind például a Catania. Folyamatosan kaptunk Verona, Messina csapatokat a BL meccseken is, tehát nemzetköziben tudtuk, hogy ugyanúgy erős csapataik vannak, mint a magyaroknak. Szóval én azt gondolom, hogy a bajnokságot tekintve egy hasonló erőviszonyokról lesz szó, és ez nyilván fontos volt számomra, hogy egy jó bajnokságban játszak. Az olasz vízilabda más, nagyon más egyébként. De úgy gondolom, hogy egy részben fog illeni így az én játék stílusomhoz ez a pörgős, hajtós, gyors vízilabda, ugye nekem mint szélsőnek ez így fontos lesz majd. De hát igazából ilyenkor az a kérdés, hogy tudod, amikor oda megy a játék, akkor milyen lesz a csapat, akkor milyen lesz a bajnokság. Tehát egy kicsit ilyenkor hátrahagyva az előző éveket, vagy az előző bajnokságokat, talán már kevésbé számít. Inkább az a kérdés, hogy mi lesz majd akkor, hogyha én ott leszek. Ezzel kapcsolatban egy bizakodó vagyok.
Voltam már Padovában? Voltam. Pont 18-ban is voltam, szeptemberben. Még a Dunai Városról ott edzőtáboroztunk. Meg még gyerekként mi rengeteget jártunk, hála a szüleinknek, volt lehetőségünk rengeteget Olaszország Adria partjain nyaralni, Lignanóba, Bibionéba, és akkor mindig Velence, és ugye Padova Velencétől fél órára van, és akkor Padovába is átmentünk. Mondjuk erre én nem igazán emlékszem, csak halvány emlékeim vannak, de pont apukám rengeteget mesélt mostanában erről, hogy így feljött szóba. És hogy állsz az olasz kultúrához? Hát a gasztronómia része az nálam végtelen szerelem egyértelmű, tehát de bizakodva várom, és úgy konkrét véleményem nincsen így az olasz kultúráról, nagyon szimpatikusak amúgy, szimpatikus ez a lazaság, ráérem, nem izgulom túl dolog. Most az, hogy mennyire lesz időm hogy az igazi kultúrát megismerni, nem tudom, de mert ugye ugyanúgy vízilabdázni megyek. De abszolút bizakodva várom, meg szerintem fogok tudni alkalmazkodni ez. Egy kicsit meg térjünk vissza a Fradira. Az elmúlt két évnek mi volt a legjobb és a legrosszabb pillanata? Szerintem az evidens, hogyha azt mondanám, hogy a legjobb pillanat az mind a kettőször ugye a bajnoki bronzéremnek a megszerzése volt, tehát az első évben is, meg a második évben is. Azt gondolom, hogy ezek volt. Az a két utolsó meccs volt a legjobb pillanat. A legrosszabb pillanat az pedig az volt, amikor hétfőn volt ugye a bajnoki bronzmeccs most, legutóbb, és csütörtökön bementem összeszedni a cuccaimat, és kondiztam egy utolsót az üres konditeremben, és úsztam egy utolsót az üres medencében. Amúgy tök fura, mert véletlen jött ki, hogy tényleg senki nem volt az uszodában. És emlékszem, hogy felmentem az öltözőbe, és akkor így, hát az is üres volt. És hát elpityeredtem. Ami nem hangzik most így jól, meg most úgymond a rossz emlékhez raknám, de egyébként nem negatívumból pityeredtem el, szimplán csak egy szomorú pillanat volt, de ez egy afféle szomorú pillanat, ami előre visz, tehát, hogy egy korszakot zártam magam mögé. Tehát ez a korszakzárás volt az, ami egy kicsit úgy rossz. Mert hogy ugye nem volt konkrét indok vagy harag bárminek a befejezésére, de mégis így kellett, hogy legyen. Szóval, hogy így még előtte az irodában is mindenkitől elköszöntem, meg nyilván a csajoktól is napokkal ezelőtt, de ez egy picit más, mert azok emberek, tehát hogy bármikor tudsz emberekkel találkozni, főleg a vízilabda világ annyira pici, tehát hogyha bárkire, bármikor szükségem van, tudok velük lenni, találkozni, viszont most egy ideig nem fogok abba az uszodába menni, nem fogok abba az uszodában úszni, nem fogok abba az uszodába kondizni, öltözni, és ez fura érzés volt nagyon. Tehát hogy tényleg vége annak a két éves korszaknak, ami akkor kezdődött, amikor először interjúztattuk. Ez igaz. Szentimentális típus vagy? Azt gondolom, igen. Ugye az utolsó évben most ugye Gerendás György volt az edzőtök, az első évben pedig ilyen szakmai segítség volt ott az akkori edzőtök mellett. Mit tanultál Gyuri bácsitól? Hát marha jó poénokat. Hát nagyon sok mindent, ő teljesen másképp látja egyébként a pólót, szerintem ő ezért is nagyszerű edző, minden mellett, hogy egy olimpiai bajnok is. Nagyon alapos, főleg a emberhátrány szinten, illetve konkrétan az ellenkezőjét is belénk tudta tanítani, vagy nevelni mondjuk egy taktikában, ami mondjuk így a vízilabda szabályait, vagy ugye a menetét úgy felülírja. Meg egyébként is nagyon sok mindenről, ami civil dolog, a vízilabdán kívüli dolog, én rengeteget beszélgettem Gyuri bácsival, és olyan meglepő, ahogyan ő látta a világot, vagy látja a világot, és amit így megmutatott nekem, és ezért nagyon hálás vagyok neki egyébként. Te mentálisan hogy szoktál felkészülni a meccsekre? Vagy egy ilyen nagyon fontos mérkőzésre? Én alapvetően is azért zárkózottabb típus vagyok, hát olyankor azért nagyon magamba is fordulok, így nem,
így kizárok mindent, de szerintem amúgy a társaimra is jellemző ez ilyen közös dolog, hogy kizárjuk a social media, kizárjuk a telefont, az irogatást, tehát hogy nem, hanem egymásra, magunkra figyelünk, mármint így egy csapat összezárunk, és ez nagyon jó, mert amikor 12 ember ott áll melletted, és mindenben támogat, akkor olyankor tényleg el is feledtett így a külső dolgokat, ami mondjuk a medencén, vagy az iszodán kívül zajlik. De személy szerint én még azokon a napokon, vagy azokon a délelőttökön még csendesebb vagyok, még zárkózottabb, többször átgondolom a dolgokat. Olyankor, megmondom őszintén, nem is szeretem, hogyha valaki odajön, úgy tudom, hogy ki akar zökkenteni, meg tudom, hogy segíteni akar, de nem szeretem, hogy jókolj, odajönnek, és akkor elkezdenek így a meccsről, meg körülöttem úgy beszélni erről, vagy hozzám, vagy nem tudom. Nyilván nem a jó tanácsokra gondolok, vagy nem arra, hogy amikor odajön, hogy figyelj, ez meg az, meg amaz lesz, készülj fel. Nem erre gondolok, hanem arra, amikor ugye a rihi-röhi piszi-puszi megy. Tehát, hogy olyankor én próbálok egy kicsit úgy komolyan határozott lenni. Ami ez a csapategység, ez nagyon érdekes, hogy szerintem, tehát nekem az olimpián jött le ez nagyon rólatok, hogy nagyon-nagyon együtt voltatok akkor is. És emlékszem, hogy amikor megnyertétek a bronzérmet, ugye nektek akkor már ilyen majdnem hajnal volt, ugye itthon még kora délután, és ugye a millenárison volt a Magyarok Láncsa, ahova bejelentkeztetek, és eredetileg úgy volt, hogy a Keszi fog bejelentkezni, és akkor egyszer csak ott ült az ő szobájában a teljes komplett igen. csapat, és ez egy nagyon-nagyon szép és megható pillanat volt ott nekem is. Látni titeket, meg ez az egész, hogy végre sikerült ennyi év után egy olimpiai érmet szerezni a magyar női vízilabdázásnak. Én ezt mondhatom, hogy ugye nem megy nélkülük. Szóval, hogy és itt a mindennapokat emelném ki, tehát a mai napot, a holnapot, a holnap után, hogy mi akkor nézünk egymás szemébe, és gondoljuk azt, bármennyire fáj, bármennyire nehéz, hogy ez csak együtt sikerül, és ez ad erőt. És amúgy itt sem volt kérdés egy csomó helyen, bármilyen beszélgetésről volt szó, bármilyen megjelenésről, tehát vagy mindenki, vagy senki, ez a részünkre az annyira alap, mint például ebben a szituációban is, hogy azt hiszem valahogy úgy volt, hogy Keszi mondta, hogy akkor a magyarok, tehát bejelentkezzünk, és akkor itt összegyűlünk, mindenki látszódjon a képen, mindenki beült egy helyre, hogy ugye mindannyian látszottunk. És hogyha jól emlékszem, hogy erről is beszélt, hogy mindenki mondott egy mondatot szinte így az egész erről a történelmi sikerről, ami életünk végéig összeköt minket, és ez annyira egy jó közös élmény, hogy és ez tényleg addig, amíg van, ez itt lesz velünk. És ez pozitívumot ad, ez csak is motivációt adhat, csak is gyönyörű emlékeket, gyönyörű folytatást. Engem most rázott ki a hideg, hogy visszagondoltam arra, az tényleg egy nagyon-nagyon szép pillanat volt. És mit vársz a jövőtől? Nem te a jövő szezontól, vagy? Nem, akkor újra fogalmazom. Hogy látod magad 5 év múlva? Hú, ezt pont nem olyan rég kérdezte tőlem egy nagyon kedves ismerősöm, hogy látom magam 5 év múlva. Neki azt mondtam, hogy szeretnék még egy párizsi olimpiát. Vízilabda szempontjából egyelőre csak a párizsi olimpiáig látom magam. Nyilván arra kell kvalifikáció, meg még rengeteg Európa meg világbajnokság is lesz még, tehát azért nyilván kvázi az van a legmesszebb most így. Tehát vízilabda szempontjából ugye a párizsi olimpiáig bezárólag látom magam. Szeretnék élelmiszermérnöki diplomát, ugye ez egy 3 éves képzés. Azt jó lenne megcsinálni így ez alatt, az 5 év alatt. Nyilván nem hinném, hogy egybefüggően fog működni így a sportpályafutás mellett az, hogy akkor 3 év alatt pöcre megcsináljak mindent, de igyekezni fogok. Szóval mind magánéletben, mind sportban így látom magam. Egyébként én 5 éven belül el tudnám képzelni azt, hogy gyermeket vállalok. De ez viszont nem csak rajtam múlik, ez majd hozza sors. Én kívánom, hogy így legyen. Miért pont élelmiszermérnöknek szeretnél tanulni? Minden érdekel, ami étel. Ha a dietetikáról van szó, ha arról, hogy például az étel az miből van, a gyártása, a tárolása, és az élelmiszermérnökök azok tehát a földig beásva a gyökerektől a tetejéig
ugye ezt vizsgálják, firtatják. Nyilván több ágra is lehet menni élelmiszermérnökként. Édesipar, tészta, engem inkább a zab, búza, irányvíz, a zabbal való kombinálása egy ételnek, a zabos termékek. Nem titok, hogy az év 365 napjából 366-szor, direkt mondom így, én zabot szoktam reggelizni, szóval. Tehát a zabbal való kísérletezés, ezek a kémiai folyamatok is, amik utána később ugye a polcra kerülnek, nyilván ez az egészségesebb vonal az, ami vonz, és ez érdekes lehet, és sok lehetőséget látok benne, hogy amit a polcra teszel, mondjuk egy zab alapú termék, az utána, hogy tetszik az embereknek, hogyan tudják az étrendjükbe berakni. Most, hogyha nem is konkrét sportolói vagy meghatározott étrendről van szó, csak mondjuk egy napi 10 órai vagy egy uzsonna, ami rutinná válik mondjuk egy szorgos dolgos embernek. Tehát, hogy nincsen úgy konkrét cél irány, vagyis célközönség, vagy úgy emberek, hanem úgy tényleg mindenkinek mondjuk megfelelő legyen. Minden szempontból sportolónak is, vagy esetleg átlag embernek is. Végén még kikötsz a színlabnál dolgozni. Figyelj, simán lehet. Ugye van nekünk egy játékunk, amit én tudom, hogy te nagyon szeret. Hát még szép. Úgyhogy én elhoztam neked a körvonal kártyapaklit, és hát keverd meg, és ne a tetejéről húz, és húz tetszőleges számú lapot. És szeretném, ha megválaszolnád ezeket a kérdéseket. Mivel hármas sapkában játszottam az olimpián, ezért három lapot fogok húzni. Legyen így. Hármas egyébként, ez sok szempontból nagyon meghatározó az életemben. Valahogy az egrieknek ez a hármas bekattan. Igen? A madaras is hármasban játszott. Ja, meg most ez a lesz is a florekkóban. Ha csak egyetlen emléket tartatnám meg, mi lenne az? Itt külön választhatom a családi, meg a sportoló. Ahogy értelmezed a kérdést. Jó. Hát, hogyha a vízilabdát tekintem, akkor egyértelműen az olimpiai bronzmérkőzés. Tehát, hogyha egy meccset mondjuk, vetítjük le, akkor az olimpiai bronzmérkőzésnek az a pillanata, amikor az Alda belőtte az utolsó gólt. És ugye én a kispadon voltam, és én komolyan nem hittem el, és megint kirázott a hideg, és komolyan nem hittem el, ami történt. Tudod, olyankor megszűnik időtér minden, csak a síró, nevető csapattársaidat látod egyszerre, és akik ölelnek, meg ez az, meg akkor az edző rohan a másikhoz, meg az orvos, meg mindenki. És tehát ez, tehát olyan, arról a meccsről ez a pillanat. A család szempontjából pedig az aféle családi rendezvények, ami például az olimpia után is volt, amikor összeszedve a világ minden tájáról végre együtt tudunk lenni, és olyan önfelett nevetés, együttlét jellemzi ilyenkor a mi kis eltöltött időnket, mert ez olyan kevés, ugye, a mi részünkről, hogy mindannyian szanaszéjjel vagyunk. Tehát itt most a tágabb 15 fős családi kört mondanám. Szóval, hogy én azt gondolom, főleg rájuk nézve, hogy a legszebb pillanatok ingyen vannak az életben, és az, hogy mi összetudtunk ott ülni, és eltölteni egy délutánt, és úgy beszélgetni, nevetni, időt tölteni, ahogy ezt feltétel nélküli szeretetben, én ezt tényleg kívánom mindenkinek, hogy ilyen eseményekben részt tudjon venni. Családdal, szerettekkel, barátokkal, bárkivel. Szép, nagyon. Következő? Uh-huh. Mi ez a munka, amit soha nem csinálná, akármennyi pénzt ajánlanának érte? Ez mondjuk... ez elég könnyű, mert... Nem a türelmemről vagyok híres, sajnos. Tehát az a féle munkák, amihez mondjuk várni kell valakit, vagy valamit, tehát az ilyenek, vagy az egy helyben ülős munkát, az is nem. Tehát én mozgásban aktívan szeretek lenni. Tehát úgy konkrétat nem mondanék, hanem úgy az e-féle. Mert ez elég tágkörd, az e-féle munkák. Tehát várni ne kelljen, egy helyben lenni ne kelljen. Röviden tömören.
most csak így elképzeltem lelki szemmelőt, hogy így ülsz élelmiszermérnökként egy laborban, elemzed a zabot. De abban van valami izgalom, tehát hogy az úgy, ott kémiailag tudod ezt az egészet forgatni, kutyulni, keverni, tehát hogy az más. Tehát például, nem tudom, tehát például az ilyen sofőr munkák, ez semmi, nem. Egyáltalán. Pedig szeretsz vezetni. Szeretek, de én menni szeretek meg. nem mondjuk várni, vagy nem tudom. Ja. Mi a harmadik? Melyik filmnek vagy könyvnek lennél szívesen a főszereplője? Imádom a dokumentumfilmeket egyébként. Rengeteg tanulságos, based on true story film van, de a kedvencem, ami egyébként nem dokumentumfilm, de akár lehetne az is, a Vörös veréb, és a Jennifer Lawrence szerepét, ezt nagyon szívesen vinném tovább. És ebben mi van az, hogy egy tütübe álljál és egy balettáncos legyél, vagy az, hogy utána kiképzett titkos ügynök? Egyértelműen kiképzett titkos ügynök, nagyon penge, maga a szerep is, meg ahogyan játsza is. Engem érdekelnek egyébként egy részben ezek a dolgok, hogy tényleg, hogy ugye ennyire alapos megfigyelőkészsége van az embernek, folyamatosan előre tervezni, előre gondolni, egy lépéssel mindig a másik előtt járni, tehát hogy engem mindig vonzott ez a magasabb intelligenciájú karaktere így a filmekben, és ezért nála nagyon ezt tetszett ez a film. Hát akkor ez egy jó végszó is lehetne, mert hogy a vízilabdában is egy picit túl kell járni az ellenfél eszén mindig, úgyhogy ott is így előre kell gondolkodni. Én köszönöm neked, hogy beszélgethettünk, köszönöm szépen, hogy elárultad nekünk, hogy hova igazolsz, először nekünk, úgyhogy ez nagyon exkluzív tartalom most. És kívánok sok sikert a nyárra, majd utána az EB-re, és az, hogy Padovában megtaláld a számításaidat, és akkor remélem nem 2 év múlva beszélgetünk újra, de te sok sikert. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy itt láttam.